Uraim! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Pétervásárováros önkormányzata nevében az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójának tiszteletére szervezett ünnepségén. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és nemzeti ünnepünkön együtt emlékeznek velünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepségünk elején kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem Eged Istvánt, Pétervásárováros polgármesterét, kérem tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő. Széchenyi mondatával köszöntöm mindannyiukat a hagyományos március 15-ei ünnepünkön, amelyel az 1848-as forradalom és az 1848-as szabadságharc emlékének tisztelünk. Immár több mint 170 év telt el azóta, hogy a pesti ifjúság idealizmusa győzedelmeskedett a kis hitűséggel szemben. Természetesen ennél lényegesen árnyaltabb a történelmi összkép, de az bizton kijelenthető, hogy az önkényuralom bástyái ekkor kezdtek leomlani. Néhány ifjú szív, akik bátrak voltak tenni, kilépve a kortársai sorából, társakat toborozva maguk mellé, végrehajtották az elképzelhetetlent. Igen, a reformkor politikusai után jött egy fiatal, radikális generáció, az úgynevezett országgyűlési ifjak, mint Petőfi, Vasvári vagy Jókai, akik tenni is mertek a sorsdöntő pillanatban. Ha mérleget szeretnék vonni a tények mentén, és csak felsorolás szinten említeni a legtöbbet jegyzett történéseket, akkor az alábbiakra kellene mindenképpen kitérni. A 12 pap ismertetése, kinyomtatása, Landerer, a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Dal, a bebörtönzött táncsics kiszabadítása, a betiltott bánkbán előadása. A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott el Bécsből a magyarság szellemi életének központjába, pesti megmozdulás főszervezői fiatal értelmiségiek voltak.
Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom akcióterve. A szervezők először a tanulói fűságot szólították magukhoz az egyetemtéren, aztán lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Következett a 12 pont, majd a nemzeti dal. Röplapok segítségével délután 3 órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol állítólag 10 000 polgár volt már jelen. 5. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem merte visszautasítani a beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első felelős minisztériumot. Petőfit idézve, ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azon az esős délelőttön megszületett valami, egy olyan erő, amely megrengette az akkori Pest utcáit. A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A személyükhöz és nevükhöz az idő végezeteig hozzátapad egy szó, szabadság. Életüket kockáztatva mentek harcba a jövő Magyarországáért, de vajon tudták ezt? Tudatában voltak annak, hogy nem csak a sorsfordító dolgokat viszik véghez, de történelmet is írnak? Vagy egyszerűen csak hittek valamiben? Valamiben, amiért összefogtak, és ez akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, mert tudták, hogy nagy dolgokra képesek együtt válvetve. Talán soha nem tudjuk meg, pontosan mi vezérelte őket. Az ifjúság tüze, a tenni akarás parazsa, az az érzés, hogy a kezükben van a változtatás lehetősége. Minden esetre azóta március 15-e a nemzeti identitásunk egyik nagy ünnepe lett, a magyar szabadság szimbóluma. Persze az a nap hosszú évek küzdelmének a csúcspontja volt. Majdnem 2 évtizedes küzdelem a magyar szabadság jogokért. Ennek az időszaknak köszönhetjük a himnuszunkat 1823-ból, és a mai napig használt zászlónkat is, hiszen a piros-fehér-zöld színt, mint hivatalos nemzeti színeket, az 1848-48-as évi országgyűlésen szentesítették törvényerővel, tehát identitásunk legfontosabb dátumait, szimbólumait. Szimbólumok, melyeket azóta is féltve őrzünk. Minden alkalommal szép ruhába öltözünk, ünnepségre megyünk, kokárdát tűzünk. De miért is tesszük mindezt? A magyar hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei, Petőfi és Jókai szerelmeiktől, Szendrei Júliától, illetve Laborfalvi Rózától kaptak nemzeti színű kokárdát a forradalom estéjén. A kör alakú, nemzeti szín formában kis páncikákkal ellátott magyar kokárda a nemzeti függetlenedés eszméjét magukénak való polgárok szimbólumává vált. Arra volt hivatott, hogy a szembejövő személyek számára nyilvánvaló dabá tegye, viselője a magyar forradalmi eszméket magáénak vallja. Tisztelt ünneplő közösség! A haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Kossuth Lajos szavai még oly sok év távlatából is intelmű szolgálnak számunkra. Figyelmeztetnek bennünket a hétköznapok folyamában, hogy nem csak saját magunkért, családunkért, de az elkövetkező generációkért is felelősséggel tartozunk. Rajtunk, csak is rajtunk múlik, hogy milyen Magyarországot hagyunk nekik örökül. A mi vállunkat nyomja a felelősség, hogy az a történelmi örökség, az a csoda, az a harc, és az áldozat árán szerzett ország, amelyben megélünk, megmarad-e magyar. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy őseink áldozatok árán szerzett öröksége fennmaradjon, és feladatunk megőrizni ezeket a következő generációk számára is. És most engedjék meg, hogy a fiatalokhoz forduljon. Mert mit üzen ez a nap? Válaszul idézném Madách Imre szavait. Mondott a nemben, küzdjük és bízva vízzel. Az akkor 20 éves Petőfi, Vasvári, Jókai bíztak, küzdöttek és megharcoltak az idegen hatalmak ellen. Megharcoltak, és miért? A magyar nemzeti identitás megőrzéséért. Megragadni a pillanatot a fiatalok bátorságára volt szükség, melyre ma is szükség lehet, hanem is ilyen radikális formában.
Azt kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból könnyebb dolguk volt Petőfiéknek 1848-ban. Minden direktebb, egyértelműbb volt. Katonai erővel, konkrét törvényekkel próbálták népünket elnyomni. Ma sokkal nehezebb, hiszen a világ változásával, a határok elmosódásával az eszmék terjedése szabadabbá vált. TikTok, Facebook, trollok és influencerek, hogy csak néhány szót említsek a legújabb hadszíntérről. Nektek fiataloknak kell kiállnatok és hirdetnetek magyarságunkat nem csak egyszer, hanem nap mint nap, és nem csak szavakkal, hanem cselekedettel is. Ebben nagyon is számítunk a fiatalokra, ahogy számíthattunk 1848-ban, és számíthattunk 1956-ban is. Hiszen a jövőnk bennük, önökben van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Batthyány kormány közlekedési miniszterre írta: tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István szavai rávilágítanak, hogy a múlt emlékeinek ápolása nem csupán sokszor hallott szólamok, vagy jól ismert történetek ismétléséből áll, noha ezekre is szükség van, de mindig ügyelnünk kell rá, hogy a teljes képet figyeljük. Mindig ellenőriznünk kell, hogy akiket makulátlannak hiszünk, azok valóban azok-e, hogy akiket tévedhetetlennek látunk, azok tényleg mindent jól látnak-e. A tények természetesen többnyire nem változnak, bár a történelemben azért gyakran felmerülnek új bizonyítékok, de anélkül is tartozunk annyival azoknak az embereknek, akik küzdöttek és sokszor meg is haltak a hazáért, hogy nem élettelen bábokként tekintünk rájuk, hanem húsvér emberekként, mert áldozataikat és eredményeiket így tudjuk igazán értékelni. Ha szobrokként, hibátlan hősökként, vagy akár gonosztevőként tekintünk rájuk, nagy valószínűséggel tévedünk, és nem értjük meg eléggé, hogy ugyanúgy emberek voltak, mint mi, ugyanúgy küzdöttek a mindennapokban, mégis, amikor szükség volt rá, kiemelkedtek, és megtették azt, amiről úgy érezték, a haza elvárja tőlük. De amellett, hogy nekik is tartozunk a valódi figyelemmel, az események újra és újra értelmezésével, a tájékozatás elsősorban a mi javunkat szolgálja. Ha megértjük azokat a tetteket, ha jobban megértjük a motivációikat, ha az erények mellett a hibákat is észreveszünk, és a hibák mellett az erényeket is, akkor világosabb lesz számunkra az is, hogy hogyan kell élnünk most, mit tehetünk a hazánkért, szűkebb hazánkért, a településért, ahol lakunk. A jövő a múltnál van zálogban, és ahhoz, hogy tehessünk azért, hogy szebb és jobb legyen, hogy évtizedek múlva mi, vagy akár a következő generációk egy boldogabb Magyarországon élhessenek, ahhoz valamilyen szinten értenünk kell a történelmünket, értenünk kell az 1848-49 eseményeket, minden szépségükkel és minden borzalmukkal együtt. Ez nem könnyű feladat, de azt javaslom mindannyiuknak, hogy olvassanak erről könyveket, vagy akár posztokat, hallgassanak rádiót, vagy podcasteket, nézzenek filmeket, vagy tévéműsorokat, nem csak ezekben a napokban, de ilyenkor különösen. Ünnepeljék így március 15-ét. Tiszteljük a múltat, értsük a jelent, és egyre mélyebb tudásunk segítségével munkálkodjunk közösen a jövőn. Ezekkel a szavakkal jó ünneplést, jó pihenést és lélekben gazdagodást kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy együtt ünnepelnek velünk, köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves vendégeink! A Tamási Áron általános iskola diákjai Magyarnak születtünk című ünnepi műsorukkal készültek. A tanulókat felkészítette Boros bíró Vivien, Lévai Katalin, bíró Andrea. A felkészítés segítette Ivádi Varga Judit, Epik Evelin és Bocsiné Rafinski Ágnes. Kérem, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Talk.
haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szóval a földben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Minden évszaknak vannak ünnepei. A mai ünnep már a tavaszé. Minden tavasz új élet ígéretét hozza. A természet újjászületését. De az emberek számára valami mást is. Új reményt. Annak reményét, hogy valami szebb jön, valami megváltozik. Minden ünnepnek vannak hangjai. A mai ünnepei a fiatal nők és férfiak, a márciusi ifjak és a nőké. Minden ünnepnek vannak színei. A mai ünnepé a piros, a fehér és a zöld, magyar nemzet színei. Minden ünnepnek vannak jelei. A mai ünnep jelképe a kokárda. Hely tulipán, tulipán, az életem nem vidám, édes íze keserű, ritka vendég a derű. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem szomorú, miért kell ez a háború, miért nem élünk csendesen, békében, szégyentelen. Hely tulipán, tulipán, ez a föld az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Ma 1848. március 15-ére a szabadságharc dicső napjára emlékezünk. Hazak. Rövid szó, mindössze 4 betű. De talán nincs még szó, amely mögött annyi emlék, annyi érzés, annyi tett húzódnék meg. Azt mondom, hazak. S látom a falut, ahol születtem. Látod a térképek, a folyók, a tavak kékét, a völgyek és a síkságok zöldjét. Képzeletünkben megjelennek a történelmi könyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. 1848, te csillag, te a népek hajnal csillaga. Megvirradt, felébredt a föld, fut a hajnaltól a vad éjszaka. Piros arccal jött a hajnal, piros arca vad sugára, komor fényt jött a világra. Epirulás, vér, harag és szégyen, felébredt nemzetek szemében. Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről. Megkoszorúzzák az 1848-as emlékműveket, szobrokat. De mi is történt? A 19. század a forradalmak százada. 1848. februárjában Párizsban kitört a forradalom. A francia nép elűzte a gyűlölt királyt, Lajos Fülöpöt, és kikiáltotta a köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott. A nyugtalanság elérte Magyarországot is. A forrongó Európában 1848 tavaszán Párizs és Bécs után Pesten is kitört a forradalom. A Pilvax kávéházban lelkes fiatalok nagy tetszéssel hallgatták meg Jókaitól a proklamációt, Petőfitől a nemzeti dalt.
érünk. Ezüsttel díszítív értünk. Ellene sohasem vétünk. Ha látjuk, mindent megértünk. Fehér szín, ős tisztaságunk. Bölcsőm, s itt ringem.
Molnár Éva magyaroknak. Magyarnak születtél, magyar a lelked, hát éjed helyesen ez isteni tervet. Bárhogy is fordul az élet kereke, mindig magyar lesz szívednek gyökere. Élhetsz a világ bármely szegletében, Magyarországon vagy a föld más felében. Hova tartozásod lüktet minden cseppében, érezd, hogy ki vagy, ez kísér a létben. És ha te nem hallod népet hívő szavát, tekints a múltban évezredeken át. Ősök szólnak majd szíveden át, és megmutatják, hogy hol a hazád. Tavasz van végre, s a világ újra éled, egykor a hősök szíve lángra gyúlt, drága hazám, újjászületett népet, nem lehet bilincs többé a gyáva múlt. Petőfi lelke életre keltett egy álmot, elképzelt büszke, szabad magyar hazát. A nép szíve egy új ütemre váltott, s együtt dobogva bíztatta önmagát. Mint vadfogó, mely áttöri a gátat, s mely minden rosszat végképp szerteti, egy büszke nép, melyben rég nincs alázat, úgy dönt a hazug korból már elég. Itt ringatott az édesanyád, itt indultál el a
Kedves vendégeink, az iskolások szívhez szóló műsorával ünnepségünk ezennel véget ért. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot.